de hát miért nem jelentkezik Nils már? Olyan jó volt vele találkozni a játszótéren. És ez a csók, lehet megrémült. Kinézek hátha. Azt kívánom, bár csak jönne a limuzinjával, értem. Nem hiszem el. A szerelemben én mindig pekes vagyok. Először Mr. Hanson, aztán meg Nils. Na de mit csinálok mindig rosszul? Megpróbálom felhívni. Nem veszi fel. Lehet, hogy egy másik lányat találkozik? Na már, ez annyira gáz. Na, felhívom Hannát, hát ha tud valamit. Hanna? Hanna? Honnan tudtad, hogy Nils felül érdeklődöm? Hogy mi? Nils nálatok van? Szuper, nem is tudtam. Talán fel kellene vennem egy másik ruhát. Nem. Azt hiszem, így megyek. Az maradok, aki vagyok. Pia vagyok, és ha valakinek így kellek, akkor az szuper. Bizony. Az a sok munka, hihetetlen papírhalmok, itt-ott-amott, bevásárlóközpont, az új projekt előkészítése, több órát vesz igénybe. Na nézzük, hova, Julian. Nils? Mit csinálsz te itt? Nem is tudtam, hogy jöttél. Hát ez meg mi? Valami új játék? Érdekesen néz ki, nagyon komoly. Mikor jön anyud, érted? Játék? Ugyan kikérem magamnak. Ez az új bevásárlóközpontom anyagi helyzet jelentése. Bizonyám. Ha hiszed, ha nem. Na de Nils, te még gyerek vagy. Miért kell ezzel foglalkoznod? Na mindegy. Maradj csak Nils, snőzel. Menj fel Juliánhoz és Hannához, játszatok. Kapcsolódjatok egy kicsit. Játszani? Jézusom, nekem nincs időm erre. Oké, gyerek vagyok, de nem olyan, mint Julián vagy Hanna. Na jó, ha egyszer megértem ezt a snőszer családot, akkor díjat kérek. Apa, figyelj, csak kérdezni szeretnék valamit. Drágám, tudtad, hogy Nils ma itt van nálunk? Hát anya csak annyit mondott, hogy az anyukájának valami fontos dolga van. Na mindegy, csak azt akartam kérdezni, hogy Pia átjöhet ma hozzánk? Apa, léci. Hát persze, a normális gyerek jön ide, Pia jöhet. Persze, hogy ha Tessa jönne, ő is jöhet. Tudó, szívesen látom mindenkit. Már látom is, Nils, ott ül a konyhában. Pedig már csengettem is. Miért nem nyitja ki az ajtót? Nem vesz észre, Nils? Nils! Miért van itt ekkora zaj? Nem lehet dolgozni, Jézusom! Nyugodj már le, Nils, csak Pia jött, beszélni akar velünk. Várj csak, Pia, az osztálytársad? Nem szeretném, hogy meglásson. Most el kell mennem egy kicsit. Szia, Hanna, Pia! Felmegyünk játszani? De Nils itt van, vagy nem? Hova tűnt? Az előbb láttam. Mit tudom én, nem akart velünk játszani az előbb. Gyere, menjünk fel. Találtam egy tök jó videót, meg akarom neked mutatni, oké? Jó. Jó van, Hanna, menj csak előre. Először még beköszönök Nilsnek, oké? Nils! Hol vagy? Az előbb láttalak itt. Nem már, meglátott az előbb. Remélem nem talál meg, kérlek. Ne. Nils, miért bujkálsz előlem? Halló? Nehogy meglásson, itt a földön fekvő matrac megtakaró nélkül, elég nevetséges lennék. Nem már. Nils, mit csinálsz ott a földön? Keresel valamit? Segíthetek esetleg? Igen, csak elvesztettem az egyik gyémántomot a kitűzőmből, de már meg is van. Pia, hogy itt vagy, milyen jó. De most dolgoznom kell, bocsi, várnak a bevásárlócentrumos papírok, nincs időm most. Na de nézd, várj már egy kicsit, hívtalak Teló, miért nem hívtál vissza? És tudod, a játszótéren történtek, nekem nagyon jól estek. Megismételjük? Mit gondolsz? Most roncsom el, nem is tudom. Pia, miért nézel így rám? Valami rosszat csináltam, mi a baj? Na most megmutassam neki? Na jó, gyere velem. Mi az? Gyere, ülj le ide, megmutatom a gépen. Oké, de mi az? Itt látod az új luxus iskolánk finanszírozási tervét. Ez lesz a te, illetve a mi iskolánk. Megvesszük. Na mit gondolsz? Jó lesz, ezen dolgozom. De nézd, a sorink az jó úgy, ahogy van. Nézd.
Ma meglátod, ezzel voltam elfoglalva, és ezért nem jelentkeztem. Na, meg persze, mert épp Saint-Tropez-ban voltunk bevásárolni, na de a fő ok, az a suli volt, persze. Hú, nagyon megijesztem, azt hiszem, Melisa, mi van a hűtőben. A főgel úr, hello! Várj, Pia, Martin, már ne is haragudj, de mit csinálsz itt? Privátszféra? Nem hallottam még erről? Épp beszélgettünk, menj máshova, elég nagy ez a kecó. A luxus villa, habár nem tudom, mi ebben a luxus. Mindegy. Na de kérem, hogy beszélsz így velem a saját házamba? Nehogy már kidobja konyhámból! Ha? Ah, na mindegy, hol tartottunk, Pia? Á, a luxus iskola terveinél. Szóval a tábla helyett majd valami más használnak, kicsit modernebbet. Modernebb felszereléseket, tudod. Bizonyám, jó lesz. Nézd, nem csinálnánk mást ehelyett? Menjünk a játszótérre például. Léci, gyere már. Hát szép, pedig ilyes vagyok. Na mindegy, a szekérben mindig lapul valami édesség. Mi a baj, apa? Mi történt? Hogy mi a baj? Mert a kis ovis gyerek képes kitenni a saját konyhámból. Ez a baj talán. Mármint nincs snőze? Na jó, megnézem őket. Piának amúgy is fent kellene már lennie. Mióta várok már rá? Nincs szükségünk semmi luxusra, nézd, menjünk és érezzük jól magunkat. Mit gondolsz? Pia, nem úgy volt, hogy feljössz? Most ti együtt vagytok, vagy mi van? Mire gondolsz? Nem értem. Nem. Á, tudom már, hogy Piának odaadtam-e már a gyémántgyűrűt. Még nem, de dolgozom rajta. Bizony. Nézd, miről beszélsz? Nekem nem kell gyémántgyűrű. Jó lesz az a rágos gyűrű az automatából. Bizony, de aranyból kell lennie. Nem, csak legyünk együtt. Ez az, ami számít. Oké. Pia, és nézd egy pár. Hú, ez őrület. Csak úgy, mint minden a Föge családban. Hát ez tényleg kész. Komoly.